Hát azt kell mondjam, hogy szokásos a forgatókönyv, mint az összes pataki meccs ellen. Valamiért remeg a lábunk a patak ellen, ki kell mondanom, hogy tele a gatya. Sajnos nem tudjuk ezt megfejteni, hogy miért van. Teljesen megérdemelten nyert a patak. Eddigi meccseken talán azt mondhatnám, hogy érdemeltünk volna pontot, esetleg pontokat, de most szerintem esélyünk nem volt. Úgyhogy tényleg gratulálni szeretnék a pataknak. És úgy gondolom, hogy innentől kezdve ők már nem fogják elengedni a dobogó első fokát. Bizakodunk benne, de talán nem is érdemelnénk meg így, hogy kétszer kikaptunk ellenük így. Tényleg további sok sikert kívánok nekünk, mi még meg fogunk tenni mindent. Gratulálok még egyszer a pataknak. A csapatnak nem volt más lehetősége mai nap, mint a győzelem. Minden más eredmény a hazai csapatnak a malmára hajtotta volna a vizet. Csapaton fölkészült volt, egész meccsen lehetett látni azt a motivációt a fiúkba, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt. A szünetben is átbeszéltük a dolgokat, megbeszéltük, ha a következő 15-20 percben nem kapunk gólt, akkor tudunk szerkezetet váltani, amivel stabilabbá tettük a csapat gerincét. Én úgy gondolom, hogy mezőnyben is és minden téren játékban is jobbak voltunk, többet birtokoltuk a labdát. Én szerintem rászolgáltunk a győzelemre, további sok sikert a Dejtári csapatnak.